Aj, hogy pont most kellett megesni ennek a csúfságnak, hogy a nagyságos urat levegye a lábáról a nyavaja a legnagyobb dolog időben. Betög a disznó. Hogy mondhat ilyet a nagyságos asszony a férje urára? Nem rámondtam. Most nem. Én a Samu miatt sóhajtodom. Nincs a világon még egy ilyen kan. Ott most le kell mondani róla. A kandisznó miatt kesereg, mikor az uraságot a hideglelés rázza. Hideglelés? Csak szimulás. Nincs ennek semmi baja. Nem úgy, mint a Samunak. Annak már annyi. Ott most le kell mondani róla. Szimulás? Hát én még ettől betegebb beteget nem láttam. Ide figyelj, Böske! Nem tudom, mi van köztetök, de ez nem is érdekel. Azt mondom, hogy szimulál, ha mondom. Nincs annak semmi baja. Csak azért, hogy megúszza a disznóvágást. Még szörötse, hogy ez a drága Béla szomszéd szörgött egy új böllért, hogy bevégzi a sorsát. No, megyök is. Megnézem, mert itt kell már neki lönnie. Jaj, nagyságos úr, miért tetszett felkelni? Csak ezért, a piszkos munka miatt. Az asszony a szunga. Kiment a disznókhoz. Oda való a disznókhoz. Biztosan az ő mosvékától, amit ő ebédnek nevez olyan nagy büszkén. Attól lettem ilyen rosszul. Egyfolytában fosok, meg hányok. Úgyhogy... Jaj, Böske. Ide figyelj, Bösikém, te legalább megértesz engem. Nagyon szarul nézek ki. Hát, elég halovány az ábrázatja, mint a gadás. Olyan a színe, mint a bilinek. Na, ne haragudjon, nagyságos úr, de üzentem a szomszéd faluba a csontkovácsnak, mert ez így nem mehet tovább. Valakinek meg kell vizsgálni a kegyelmedet. Na, adja ide azt a bilinek. Bösikém, egyen meg a szívedet. Ráborítom a ganéra. Jó van, jó teszed. Megállj csak! Legyek jobban, megdöngetlek újra! Mi van? Fölkeltél? Jaj, nagyon rosszul vagyok! Kivetett a tárgy? Ihát, nagyon rosszul vagyok! Mit plangálsz itt a pipaszár lábaiddal? Adjál már, nagyon fáj a gyomrom, meg fosok, meg hányok egy funkába! Jaj, meghalok! Egyszer biztos? Jaj, Istenem! Semmit nem kapottál el eddig az életedben. Adjál! Ezt se fogod? Nem, hát... Megdöglik az a mocsok jószág magától is. Mit vagy annyira oda azért a rohadt disznóé? Hát egyszer biztos. Inkább mástól, mint tőled. Megdöglik az magától. Ne is törődj vele! De már jön a böllér, ott bevégzi az a sorsát. Miféle böllér? Csak nem azt a hülye magyit hívtad ide. Hát akkor megtudja az egész falu, hogy Kovács János nagygazdának döglenek a disznói. Hát attól több eszem van. Valafenét van, te neked. Ja, Istenem, de rosszul. A Béla szomszéd szerzett egy új böllért, aki elvégzi a mesterművet. Na, így azért egész más. Hát remélem, hogy azért sikerülni fog, de én megyek az ágyban, mert már nagyon-nagyon rosszul vagyok. Menjél csak, menj, a Böskétnek küldjem utána. Küldjed, az legalább megvigasztal. Jaj. Menjél csak. Hulladjál meg. Jó napot kívánok, nagyságos asszony. Jó napot kívánok. Hát képzelje. Új, de nyeszlett egy föllér. Ugyan kíváncsi vagyok, hogy mire ezen a Samuval? Mély vág a szavamba. Úgy hallottam, betegség ütötte fő fejét a háznál. Siettem is gyorsan, hogy mielőbb a végére járjunk. Betegség? Az jó tötte! Nagyon jó tötte! No, csak szép sorjában. Lássuk először a kórismeit. Hogyan kezdődött az egész? Hát az úgy kezdődött, hogy tegnap röggel a Samu egyenes farokkal jött elő. Mindjárt tudtam, hogy nagy a baj. Hát mély baj, ha olyan az a farok? Az az érzésem, hogy át akarnak engem baszarintani, szajhát körülött volna ide hívni, nem csontkovácsom. Hát tudja, csak azért, mert eddig minden röge, pörge, fölálló farokkal jött elő. Hát sokkal szöbb látvány volt az. Azt megkiszem. Volt még valami más jele is annak nagycsöcsös asszony, hogy komoly a probléma? Hát persze.
persze, hogy volt. Tiszta vörösek voltak a heréi. És fönnel láthatólag öklömnyi méretűre dagadta. Ez már tényleg komoly nyugtalanságra ad okot. Hát ami még borzasztó, az a feszös, izmos fara. Mikor rácsaptam, olyan volt, mint a friss töhéletény. Asszonyom, mondja már meg, hogy mindörökkel el szokta végezni ezt a farak. Here, meg farvizsgálatot? Hát persze, hogy el. Mi Samu, a falu leghíresebb kanya. Kanya? Hát furcsa szóval tetszik illetni egy hímnemi egyedet. Hát tudja, sok háznál okozottál már örömöt? Nincs párja az egész környékön. Azt megkiszem. No? Hova kerültem? Bevégzi a sorsát. No, milyen állapotban van az a híres kan? Hát kint hörög az árnyékban, az folyik a pofájából a nyál. A nyál? Akkor, nagyon oda van. Akkor menjünk gyorsan, asszonyom, gyorsan, míg lehet mit tenni. Jaj, mi a baj, nagyságos úr? Hol a Bili? Hát itt van nálam. Jaj, add ide gyorsan. Na, most láttam bejönni egy embert a kapun, biztosan a csontkovács az. Hát biztosan, de addig be ne enged senkit, amíg el nem végzem a dolgomat. Jaj. Szegény nagyságos úr. Jó napot kívánok, nem tudom, jó helyen járok-e. Kell egy szenvedő segítenem? Jó napot kívánok! Igen, jó helyen tetszik járni, csak várni kell, mert éppen bilizik. Ajaj, attól tartok, rosszul hallottam. Azt tetszett mondani, hogy bilizik. Jól tetszett hallani. Hát akkor a sok disznóvisítást túl biztos halláskárosodott lettem. Nehéz is a böllérök élete. Tetszik tudni, már 2 napja megy a hasa. A szegény nagyságos úr, mi lesz vele? Ajaj, akkor itt nagyon nagy a baj. Bélfertőzésről lehet szó. Azt már ártatlanba kimerem jelenteni, hogy a máját meg a beleit ki kell dobálni. Mit akar maga kidobálni? Na, mit akarnék? Hát a belső szerveit. Na, van egy óna teknyőjük, idefele láttam, hogy forra víz az üstben. Tudja, én leszoktam forrázni a páciens. Leforrázni? Hát nem egy humánus ember maga. Persze, hogy leforrázni, attól kinyűl az összes szőr a fülétől a farkáig. De szép látvány lehet úgy. Csupasz farokkal. Hát szépen. Szebb, mint szőrösen. Jól besolyzzuk, s attól az egész teste szépen kifehéredik. Kifehéredik? Miket nem mond? Hiszem, ha látom. Meghiszem azt, hogy ha tudnám, milyen finom lesz majd télen a kocsonyával szopogatni. Főleg, hogyha először belelógatják a füstölőbe. Mit kóstolgat maga engemet? Ó, már a kóstolónál járunk. Megtenni, hogy a végén elcsomagolja nekem a heréj. Elcsomagolni a heréj? De jóságos Isten, hát mit akar velük? Mit akarnék hát megenni? Nagyon szeretem őket tojással együtt. Sőt, hogyha tudok hozzá szerezni, nagyon finom pörkölt lesz belőle. Borzasztó, erről még nem is hallottam. Ó, ha egyszer megkóstolnál, rászoknak. Rászokok én mindjárt tenyeres pofonra, hogyha nem hagyja abba. Azt hiszi, mert én csak egy szolgáló vagyok. Lehet velem szemtelen. Mit kell itt egyből pörögni ezen most akkor? A földre is én teperem, vagy lesz segítség? Lefteperni a földre? De jóságos Isten, maga elvetem őt, maga barbárok gyöngye. Hát mi mást akarnék? Hát torkon szúrni, aztán meg gyühet a többi nap. Be nem engedem magát hozzá, maga barbárok gyöngye. Böske! Böske! Itt a csontkovács! Igen, de nem engedem, hogy megvizsgálja kegyelmedet. Milyen csontkovács? Hát én a böllér vagyok, azt valami rosszan disznót gyűjtem levágni. Hát akkor mi a szari adja ki magát csontkovácsnak? Hát aki magát a kórság, ez a fehér nép hitte rólam, azt ezek szerint. Jó Isten! Na jöjjön! Itt van a maga disznó, akarom mondani. Betege! Na végre, hogy itt van a... Böske! Jóska! Böske! Ha mit keresöl te itt, az anyád mindenit? Hát nem túl sokat, de nem panaszkodhatom, mert megvan a mindennapi betevőm. Hát néha azért megvan, mi? Ismerjük ám egymást! Régen jegyesek voltunk! Micsoda? Nagyon régen, nagyságos úr, nagyon régen. Amíg be nem állt sírásónak. Micsoda? Hát kit hoztál te ide a házon? Hát már akartok temetni engemet? Az rossz. Az anyád. Na most akkor mondja meg, hogy mi maga tulajdonképpen. Maga álláshalmozó.
Csírásról vagy csontkovács? Hát csírásóból egy csontkovács, hát valahol el kellett kezdeni az anatómiát. Hát már nyilván a Böskén elkezdte, de úgy látom, hogy jobban vagyok, már kezdek fiszkósodni. Jobban mit mondtam neked, Böske, hogy szimulál? Szimulál az anyád, valaga! Na rám itt akkor most van még szükség, most akkor köbökni vagy nem köbökni, bökék báki. A bökés egyelőre elmaradt, mert az előbb a samu farka emelködni kezdett. Úgy látszik, ma a földgyógyulások napja van. Aha. Hiszen mind a két disznó lábra áll. Na hát akkor köszönöm szépen a kóstolót. Aztán a viszontlátásra köszönöm. A kedves egészségére, Böllér uram, jó étvágyat kívánunk hozzá!